Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy idézettel kell, hogy kezdjek, mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy a következő beszélgetéshez ez lehet az alap. Ez az idézet pedig egy laudációból származik, amelyet Nyisztor Ilona, Magyar Örökség díjas névdalénekes egy portréjához írt egy nagyszerű barátunk. Sokan azt mondják, hogy a folklór hagyományban nincsen 24. vagy utolsó óra, de van. Sőt, a magyar nyelvterület nagy részén régóta túl vagyunk az utolsó órán. Az élő vizek forrásai nálunk a Kárpát-medencében is ugyanúgy elapadnak, mint máshol Európában. És ha végképp kiszáradnak a források, már csak azokhoz az edényekhez nyúlhatunk majd, amelyek az élő források vizeivel idejekorán megtöltöttünk. Nos, én azt hiszem, hogy immáron 800-szor tapasztalhatjuk meg Nyisztor Ilona vezényletével, hogy pusztinán, Moldván, Bákó megyében ezért nagyon-nagyon sokat tesznek azok a gyermekek, azok az idősebb hölgyek, akik esztendőről esztendőre ellátogatnak hozzánk, bizonyságot tesznek arról, hogy a magyar nyelv igenis él, a hagyományokat pedig őrizzük. Annál is inkább, hiszen olyan fiatalok a vendégeim, akik esztendőről esztendőre cserélődnek ugyan, bár vannak ismerősek, már itt a Madaléna mosolyog is rám, de nagyon sokat tesznek azért, hogy ez megerősítessék. Tehát ma este a vendégünk Bálint Róbert, szervusz Róbert, Bartos Madaléna, szia Madaléna, és Karda Dária Tímea. Már jártatok itt, úgyhogy azt hiszem, hogy jó. Tehát Velencéről jöttetek Ferenci Nórának köszönhetően, aki a második édesanyátok, ha úgy tetszik, szervezőként is nagyon sokat köszönhetünk neki. No, akkor beszéljünk egy kicsit, hogy készültök egy ilyen táborra. A Robit azért nem kérdezem, Robert azért nem kérdezlek, mert azt eláruljuk, hogy nincs hangod. Nincs hangod, tehát ő majd furuljázni fog nekünk, viszont Madaléna. Hát mi nagyon sokat gyakorolunk velencei táborra, felkészülődünk, és mikor idejünk, minden nap gyakorolunk a fellépésre. Dária, te? Hát énekelünk, táncolunk, hogy minden rendben legyen a fellépésre, és pakolunk, mikor, hogy mi kell táborba, és ennyi. Mi? Hogy búcsúztatnak el otthon? Mit kötnek a lelketekre? Hát azt mondják, hogy vigyázzunk magunkra, és ne rosszalkodjunk. Ó, nem is tudtok ti rosszalkodni, tudom én. No, akkor beszéljünk a tavalyi évről. Tavaly ugye már megbeszéltünk jószerivel mindent. Mi minden történt veletek? Milyen volt az iskola, vége az iskolának? Nyilván az iskola az egyik oldalról az egy szent dolog, a másik oldalról azért csak-csak jó, ha vége van. Milyen volt ez az év, Madaléna? Hát nagyon jó volt ez az év. Egy picit nehéz, egy picit könnyű, de minden rendben volt. Mi volt a nehéz, azért arról beszéljünk? Hát a matek, meg ilyesmi. És a magyar? Az könnyű. Az könnyű. Mm. Dária, a te éved milyen volt? Hát nekem nehezebb volt, mert eddig román iskolába jártam, és most magyar iskolába vagyok, és kicsit nehéz volt, hogy a nyelvet változtassam. De nagyon hamar megszoktam. Tehát nyilván olyan tanárod volt, aki azért ebben segített, meg a társaid is. Igen, osztálytársaim nagyon sokat segítettek nekem. Az fontos egyébként, hogy az osztálytársak veletek vannak ilyen értelemben? Igen, igen. Nagyon fontos. Robert is, Bólint, igen. Ezt majd a furujával megerősíted. Mi újság a Magyar Házban? Mi minden történt ebben az évben? Hát volt a zenetábor, voltak a kézműves napok. Mi történt a zenetáborban? Beszéljetek róla. Hát a hangszeren tanultunk, mind koboz, furuja, meg citera. És minden gyerek azon iratkozott fel, amelyik tetszett neki, milyen hangszer. És azon tanult, amelyiken neki jó volt, és könnyebben lehetett vele. Térjünk vissza egy kicsit az iskolához, mert azért nyilván fontos. A
Fontos, hogy a magyar órákon egyre többet tanuljatok a múltról is, tehát a történelemről, és megerősítsetek bármint magatokat? Hát igen, hát kell tudjuk, hogy mi történt a múltba, és lehet, hogy mi fog történni velünk is. És miben reménykedtek, mi fog történni? Hát reméljük, hogy valami jó, és nem valami rossz. Jól van. Madalénával egyébként találkoztunk, ugye, mi Csíkcsomortánban? Igen. Méghozzá úgy, hogy nem is csak Csomortánban, hanem Pálfalván is, hiszen a Csíki versünnepen ezt a nézőinknek mondtam, amiről beszámoltunk, és készült egy hosszú film, és ott is énekeltetek. Most még nem kérem, hogy énekeljetek, viszont valamit rejteget a kezében Robert, és egy rövid dalt játssz el nekünk, de előtte a lányok bizonyosan tudják, hogy hogy választottál hangszert magadnak. Tudjátok, hogy a Rob mikor kezdett el furuljázni? Hát, csak nagyjából? Nem. Viszont ha meghalljuk a hangszert, akkor bizonyosak lehet bennünket, hogy egy igazi profi van velünk itt. Ezt még hallani fogjuk, köszönjük szépen. Milyen dallam volt ez, ugye tudjátok? Egy altató dal, melyik az öreg asszonyok énekelték. Így van. No, egy kicsit beszéljünk a mindennapokról. Hogy épül fel egy napotok? Én azt hiszem, hogy egy városi fiatal az el sem tudja képzelni, hogy mi minden történhet pusztinában két életre való Jánikával. Ki kezdi? Madaléna? Hát mondjuk, ha iskola van, akkor reggel elindulunk iskolába. Az iskola után a magyar házhoz megyünk órákra, már külön órákat csinálunk a magyar házba. Meg utána, ha valami vendégek jönnek, akkor szerepelünk. És utána hazamegyünk, a házi feladatokat csináljuk, megtanulunk, és ilyenek. És ha nem megyünk suliba, akkor reggel fölkelünk, és a szüleinket segítsük, a takarítunk, meg a kertbe segítsük. Mi minden van a kertetekben? Hiszen ez megint csak a városi emberek szomorúsága, hogy talán-talán el se tudják képzelni, hogy egy pusztinai kertben mi minden megterem. Hát majdnem minden finomság, hát paradicsom, meg fokhagyma, hagyma, minden ilyen frissen található. És tudtok-e már főzni? Én igen. Ezt kell tanulni? De akkor halljunk egy olyan receptet, ami igazi puszti vagy csángó étel, amit már azért elkezdtetek megtanulni egy kicsit, mert a későbbiekben erre szükség van nyilván. Én például imádom a csángó ételeket. Hát például a galuskát. Galuskát? Igen. Ilyen darált hús kell, meg rizs és zöldségek. És így egybe rakjuk, és sót és borsot rakunk rá, és azután ilyen káposzta levélbe rakjuk, és aztán rakjuk főzni. Az már is nagyon finom. No, beszéljünk a dalokról egy kicsit. Ugye mondjátok, hogy a magyar házban tanuljátok a dalokat, meg a magyart, meg a nagyon sok mindent. Ki most, aki a Ilona, Nyisztor Ilona mellett tanít benneteket? Hát Matyás Mónika, mi tanárnénink, az iskola tanárnő. Ő is tanít minket énekelni, mikor Ilona néni nem. És mennyit kell gyakorolni egyébként ahhoz, hiszen én nagyon is jól tudom, és ezt majd a fehérvári nézők is megtapasztalják, hogy
nagyon komoly programotok van. Mennyit kell ehhez gyakorolni? Hogy épül fel egy ilyen program? Hát nagyon sokat kell gyakorolni, hogy az éneket megtanuljuk, meg jól is énekeljük. Nagyon sokat gyakorolunk Éli Ranka nénivel, hogy nagyon jó legyen. Jól van. Tehát arról beszéltünk, hogy ugye Velencén vagytok most. Hogy telik egy napotok? Mondjam. Mondd. Hát 7 órakor az ébresztő, meg utána 8 órakor a reggeli. A reggeli után ilyen foglalkozások vannak, kézműves, meg játék, meg tanc, és utána van az ebéd. Az ebéd után, ha meleg az idő, akkor lesitálunk a Velencei tóhoz, és utána pedig vacsora, meg a táncház, és utána. A táncház az, mit tanultok a táncházban? Hiszen azt tudjuk, hogy azért a csángó kultúrában is van tánc, méghozzá egészen különleges tánc, de azt gondolom, hogy megtanuljátok az összes magyar táncot. Hát igen, mi is megtanuljuk a magyar táncokat, és ők is a mi táncainkat. Milyen, melyek azok a programok, amelyek a legjobbak? Hát nekem a tánc. A tánc? Tetszik Madalena. A tánc. Robert is mosolyog. No, viszont hoztatok dalt is. Most halljunk meg egy dalt, és akkor utána folytatjuk ezt a beszélgetést, jó? Kettőtöktől. Erdő, erdő, mit vételtem? Erdő, erdő, mit vételtem? Mikor itt a dától mentem? Én egyebet nem vétettem, én egyebet nem vétettem, csak rétad keresztül mentem. Árnyékodba lefeküdtem, sot egy cseppet szenderedtem. Mikor fejemet felvettem, mikor fejemet felvettem, három zsendár áll mellettem. Azt kérdezik, milyen nevem, hol az utazó levelem. Tanértem jöttek az urak, érted jöttünk, cseles viszünk, tömlöc fenekébe teszünk. Engedjenek még egy napot, engedjenek még egy napot, még egy levelet megírok. Ha egyet nem bar egy felet, ha egyet nem bar egy felet, öleljen meg, aki szeret. Ha egyet nem bar egy felet, öleljen meg, aki szeret. Köszönjük szépen. No, pontos kérdés, hogy mit visztek haza. Ugye elmondtátok, hogy mit hoztok nekünk évről évre, és ezt mi köszönjük. De mit tudtok hazavinni Magyarországról? Hát sok új barátot, meg... Mandaléna? Hát ezeket mindent tanulunk itten, a táncokat, az énekeket, a minden, ami itten tartozik, hazavigyük is emléknek marad. Tehát otthonról hazamentek tulajdonképpen, ahogy otthonról hazajöttök. Igen. Ez is igaz. Hogyan kell igazából megbecsülnünk titeket? Jól csináljuk mi felnőttek, amit csinálunk? Mit gondoltok? Igen. Ez most komoly kérdés volt, bár buta kérdés, azért azt hadd mondjam. No, én azt gondolom, hogy fogunk mi találkozni. Előtte még egy furulya szót azért szeretnénk hallani Robert-től. És a Robert egyébként is halkszavú, amikor van hangja. Hát igen. Igen? Na jó, akkor most halljuk. Ja.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogy itt vagytok minden évben, hogy itt voltatok, és én bízom benne, hogy fogunk találkozni még természetesen. És kedves nézőink, én pedig az előbb a bevezetőben citált laudációt folytatnám, és ezzel búcsúzom önöktől. Megfontolásra érdemes szavak. Adni csak a gazdag lelkek tudnak, mi sokat kaptunk tőlük, mármint a pusztinai csángoktól, és a magunk rendjén, ahol lehet és amennyit lehet, próbáljunk mi is adni valamit a moldvai csángóságnak, ennek a nyelvvesztés és kultúravesztés küszöbön álló népcsoportnak, amelynek ők a nagykövetei. Én ehhez kívánok mindannyiunknak, önöknek is a képernyők előtt erőt, és egy elhatározást, hogy valóban tegyünk így. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!